Csácsomcső, mi a téma, a fürött téma, én még nem. Na, nagyon sokan írtátok, hogy a Miskolci videó alá, hogy írjuk túl Debrecen. Hát meg fogjuk oldani, ez a kihívás, ruhát kérek. Magyarország második legnagyobb városa, 201 000 lakják, 16. században nagyon nagy vásárokról volt híres, egész Európából jöttek ide shoppingolni, jaj, de jó volt, kétszer is volt a Magyarország fővárosa. Na jól, induljon a show, itt vírus idején elég nehéz lesz túlélni, de túl fogjuk. Taníts, mester! Na jó, keressünk csöviket! Itt Debrecenben 6-700 csövi van hajléktalan, ami nagyon soknak számít, ahhoz képest, hogy megnézzük, hogy Budapesten van 4000, összesen Magyarországon van 15000, most a 15001-0. Tanácsadást szeretnék kérni, hogy hogyan lehet kéregetni. Van egy nagyon jó kéregető, aki megpróbál megtanítani engem. Tiszteltem uram, ne haragudjon már, egy kis minimális kis apró pénzzel, hogy aki tudna segíteni. Nagyon szépen megköszönném. És milyen a szemében nézze végül? Igen. Alkoholra költik, vagy pedig kajára? Igen, ez szokott lenni a következő kérdés, alkoholra vagy? Igen. Én azt mondom, hogy kis is. Aha. Legalább őszinte. Ha nem mondja meg őszintén, akkor baj van. Körülbelül mennyit lehet egy nap? 8-9 ezer. 8-9. Siván megvan. Siván megvan. Blitzelés. Elképesztő történettel megyünk tovább. 3000 forintra büntettek az ellenőrök egy utast egy debreceni villamoson, mert ásványvizet ivott. Sinem, sinem, mondd meg nékem, mennyi ellenőr van e vidéken? Villamoson szállj fel bárhol, de vigyázz, mert az ellenőr közterületesen 4000-rel vámol. Buszra bárhol tedd fel lábad, első ajtón kéne szállnod, de a Covid miatt teljesül vágyad. Free toilet. Már fosnom kell, meg! Kimeritek rögtön a Facebookra, de én nem megyek dolgozni. Nincs WC papír! Hogy WC papír akkor kell, ha elasztod a székleted. Nézd meg egy állat seggét, nem szaros. Nézd meg a kutyáknak a seggét, nem törölgeted a kutya seggét. Bázis. Itt a háborús helyzetben, háborús övezetben hegyedül, amit találtam, a vasútállomás. Itt tudom tölteni a kamerámat, itt írom a forgatókönyvet. Na jó van, kihalt már mindenki. Lassan go aludni a hadcsillagos erdői szállomba. Na jó, oké, itt vagyok az erdőben, itt a Debrecen stadion mellett, itt szembe, és szemezgetek veled. Na jó, az a lényege, ugye mindjárt este 8 van, és ugye tudjuk, hogy itt bujkálni kell a 19:54 van, itt bujkálni kell a hatóságok elé. Itt van nálam két típus bogyó, ez fekete áfonya, nagyon jó cucc. Az a lényege, hogy a második világháború idején a pilóták azt vették észre, hogy amikor áfonyát tettek, javult az éjszakai tájékozódó képességük.
Itt fogok aludni a függő ágyba. Mielőtt lefeküdnék aludni, elmesélek egy gyönyörű esti mesét. A történet egy rossz természetű emberről szól, aki gyakran elvesztette önuralmát és veszekedett másokkal. Egy napon az apja adott neki egy kalapácsot és egy csomó szöget, hogy amikor újra elveszteni önuralmát, verjen egy szöget a kerítésben. Az első napon rengeteg szög került a kerítésben, ahogy teltek a napok, István egyre inkább megtanulta helyesen kezelni az érzelmeit, végül elérkezett a nap, amikor István egyetlen egyszer sem volt indulatos. Ekkor az apja azt javasolta neki, hogy minden egyes nap, amikor nem bosszankodik és ne bánt meg másokat, húzzon ki egy szöget a kerítésből. Az apa ekkor elismerően így szólt, ügyes vagy István, majd hozzátette, de nézd meg most a kerítés, tele van lyukakkal. Soha nem lesz már olyan, mint azelőtt. Így van az emberekkel is. Elveszted önuralmad és megbántasz valakit, annak örökre ott marad a nyoma benne, akár hányszor is kérsz bocsánatot. Jó éjszakát, Debrecen! Ezer szív ma egy ütem reper. Bevesszük éjjel ezt a várost, menni kell. Én Debrecenben élem át az álmaim. Itt születtem, itt voltam ki szárnyaim. Kaja. Azt kérdezitek tőlem, biztos, hogy mit keresek itt táp- és takarmányboltba? Elmagyarázom mindjárt. Na az lényeg, amit az állateledel boltokban van kaja, az többségében az emberi fogyasztásra is alkalmas. Hoppá, micsoda infók! Állateledel kereskedésben ugye lehet kapni barnarizst, hajdinát, ez hasonló, mint a bevásárlóközpontokban is vannak kaja, csak talán kicsit másabb az eljárás, de egy másik videóban majd kifejtem bővebben. Itt van nálam búza, 70 forint volt kilója, nem is vettem egy kilót sem, minek? Hát a klipét címet akarnák adni a videónak, akkor körülbelül, hát ilyen 15 forintos ebédnek hívnám, talán, maybe. Kanál nincsen, szóval így kézbe fogom megenni. Az igazság, hogy én már ettem ilyet, szóval tudom, hogy milyen íze van. Jó szoktam vele lakni, amúgy szerintem finom ez is. Debrecenben nem jó csórón jönni, mert nem tudol majd új kakakast venni. Debrecenben nem jó csórón jönni, mert nem tudol majd új kakakast venni. A hölgy nem tudja, hogy minél szárazabb a kenyér, annál egészségesebb. Ezt nem én mondom, hanem Sebestyén Balázs könyve mondja. Ugye a kenyerek teli vannak mindenféle szutyok öregedés lassító anyagokkal, ezért a másnapos kenyérnek ugye keményítő szerkezet átalakul, és így könnyebb emészhetőbb lesz a pocinak. Kórház! Miért vagyok egyáltalán kórház előtt? Hogyan vizsgáljuk ki magunkat ingyen? El akartam menni csoronavírusosok közé dolgozni, de mondták, hogy no, lény lenni, kiszámítatlan. Run. Nem vettek fel, de nem is az a lényeg, hanem az a lényege, ugye közben megcsináltam ott az orvosi vizsgálatokat, ugye ingyen volt a vérvétel, a vizelet, a röntgen. Szóval még egy másik ti, menjetek vérvételre, gyerekek, elmondom, hogy miért. Esetleg van valami ilyen problémátok. AIDS, hepatitis, szifilisz, meg ilyen problémátok, az ugye, ha vérvételnél ingyen kiszűri. Szundi 2.0. Megpróbálok most egy más módszer kitalálni az alvásra. Szóval nagyon izgalmas lesz. Ugye annyit lehet tudni, persze el lehetne menni hajléktalan szállóra Debrecenbe is. 7 szálló is van, szóval eléggé a hely. Itt vannak mögöttem, rengeteg panel van. Szóval ide fogok bemenni, és itt fogok aludni.
jó meleg van, na még arra kell figyelni, hogy mindenképpen a padlástérbe menjetek fel, és ne le a pincébe, mert ugye az emberek lehet, hogy azt hiszik, hogy lopni mész le oda. Ennek a padlásnak az a hátránya, vécére ugye nem tudsz elmenni hová. Ennek a bejárati ajtaja rálátszik itt a padlástérre, szóval innen reggel 6-kor el kell majd menni. Wake up! Wake up! Go home! Most Budapestre kell hazamennem, ugye a jegy 4000 forintba kerül. Ugye, azt mutatja, hogy van kártyája és haza lehet menni olcsóban, szóval én ennek a kísértésnek nem fogok ellenállni. Nagyon szépen köszönjük az egész csapat nevében, hogy végignéztétek a videót. Írjátok le kommentbe, hogy melyik várost éljük túl legközelebb. Disneyland! Csácsomi cső, rendelt egy pólót, egy prémium pólót. Iratkozzatok fel a kreténekre, a Facebookos és az Instán is, kövessetek be minket, mert ott éljük az életünket. Na jó, oké, csácsomi cső. Disneyland! Az a baj, hogy most meg röhögtem egyet, úgyhogy... És nem is szoktam röhögni. Mit váltunk belőle, ki látod? A csretén. De ez egy csretén csapat? 201-re lakják, mint... Várj, újra. Ezerrel... Te jelentem. Menj, hogy idegbeteg legyen, ennyi. Nem kell egy párbeszéd, mert nem lesz belevágva a hang annyira nálad, csak az ordítás. Oké, men. Mit csinálsz már? Miért veszed el a boromat? Na jó!